A Bonyhádi templomról, a Székely kapuról és a Városházáról mintázott tűzzománc képek teszik Pünköst hétfőtől szebbé a Bonyhádi Zrínyi körforgalmat. Ez azért is fontos történés a város életében, mert ezáltal újabb szimbólum vált a település részévé. Minden település igyekszik a körforgalmat egyedivé tenni a saját településére, városára legjellemzővé. Remélem, hogy ezek az alkotások Bonyhádra legalább olyan jellemzőek, mint egyéb más városoknak a sajátjaik, és hogy a bonyhádiak is majd a sajátjuknak érzik. A felújítást, illetve ezt az egész beruházást egy Hungarikum pályázaton nyertük, és abból a forrásból valósítottuk meg. Stekli Zsuzsa több mint fél éve dolgozott a most kiállított alkotásokon, reméli, hogy mindenki tetszését elnyerik majd. Az pedig, hogy immáron a város második pontján maradnak fent a kezenyomát viselő művek, hatalmas elismerésként éli meg. Hát ez számomra fantasztikus érzés, mert hogy ez itt marad, mint a nyomorúság örökre, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez itt lehet bonyhádiként. Én őslakos bonyhádi vagyok, és mint ilyen lokálpatrióta, és nagyon szeretem, hogy ott van a Perccel dombol a Kálvária képeim is, az is nagyon jó, már ott van 96 óta, és most meg egy következő, hát ez valami fantasztikus érzés, úgyhogy köszönöm a városnak. Az ománc művest az év emberének is megválasztották egy internetes szavazáson, ezen sikert még nem is igazán tudta hová tenni, annyi azonban bizonyosan kijelenthető, hogy a most lelepezett kollázsok csak tovább erősítik renoméját.